November 4-én pénteken vehette át a több millió forint értékű támogatást Bóta Gyula, a bátaszéki önkormányzati tűzoltóság parancsnoka és a bátaszéki önkéntes tűzoltó egyesület elnöke Szekszárdon. Nem volt könnyű kinyitni a gondosan becsomagolt, teljesen új tűzoltó eszközöket. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság pályázatainak köszönhetően a bátaszéki láglovagok most új eszközöket kaptak. Az idei éves pályázatban kettő pályázatot is benyújtottunk, ami kimondottan eszközpályázat volt. Az egyiket az önkéntes tűzoltó egyesület részéről, a másikat pedig az önkormányzati tűzoltó parancsnokság részéről. Az önkéntes tűzoltó egyesület 750 ezer forint értékben kapott pályázati forrást eszközfejlesztésre. Ezt az önkéntes szerel lévő feszítővágó berendezésnek a felülvizsgálatára, illetve a 10 éves tömlőcserére fordítottuk, illetve maga az önkormányzati tűzoltóságnak a pályázatán pedig mintegy 4,1 millió forintot nyertünk, ebből 1,5 millió az önkormányzati tűzoltóság szerén lévő feszítővágó berendezés felújítására került, a többiből pedig egyéni védőfelszerelések beszerzésére került sor. Ezek az úgynevezett egyéni védőfelszerelések olyan apróságoknak tűnő eszközök, amik bizony elengedhetetlenek ahhoz, hogy a tűzoltók biztonságosan tudják végezni a nem ritkán életmentő munkájukat. A pályázaton kaptunk kettő darab védősisakot, ami nagyon aktuális volt, hiszen van kettő sisak, amit le kell sejteznünk, illetve légzésvédelmi készülékeket, légzőkészülékeket sikerült három darabot szereznünk, ami azért jött jókor, mert ezeket is szépen lassan szeretnénk korszerűsíteni a tűzoltóságon, illetve ami nagyon-nagyon fontos volt, hogy a régi acélpalackjainkat, aminek azért egy jelentős súlya van, főleg egy beavatkozás során ezeket kompozit palackra, sokkal könnyebb palackokra fogjuk tudni cserélni. Az egyéni védőfelszerelések mellett, ahogy az az előbb is hangzott, a baleseteknél kulcsfontosságú feszítővágóikat is fel tudják újítatni a mostani támogatásoknak köszönhetően a bátaszéki önkormányzati tűzoltók és az önkéntes egyesület tagjai is. Magát a feszítővágó berendezést ugye műszaki mentések alkalmával szoktuk használni, abban az esetben, hogyha van egy olyan jármű, amiben van egy, mondjuk egy beszorult sérült, akkor kiválóan tudjuk alkalmazni ezt ajtónyitásokra, a kiegészítő szetteket akár pedálvágásra, vagy mondjuk egy bejárati ajtónyitásra, de főleg ott bátaszéken inkább az a jellemző, hogy közúti baleseteknél általában a tetőlevételre, illetve ajtónyitásra szoktuk használni. Minden évben a magyar kormány támogatásával a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához pályázatot nyújthatnak be azok az önkéntes tűzoltó egyesületek, amelyek valamely hivatásos tűzoltó parancsnoksággal együttműködési megállapodást kötöttek. Az idei évben is 700 millió forint állt országosan rendelkezésre az önkénteseknek a támogatására, pályázati úton történő támogatására, amelyből 600 millió forintot több mint 600 önkéntes tűzoltó egyesület pályázhatott, 100 millió forint pedig jutott az önkéntes alapon szerveződő települési járási mentőszervezeteknek. Tolna megye igen jelentős mennyiségű támogatásban részesült, 17 önkéntes tűzoltó egyesület pályázott, és mintegy 16 millió forint pályázati összeget nyertek el. Ezek eszközök, új vadonatúj eszközök, oktatás, képzés, gépjárművek, technikai eszközöknek a műszaki felülvizsgálata, a személyeknek az egészségi vizsgálata, vagy éppen laktanya, szertár felújítás vagy építése lehetett igénybe venni. Ezen felül 5 települési mentőszervezet mintegy 2 millió forint támogatást pályázott és nyert is el. Jó és megnyugtató hír, hogy az idén benyújtott pályázatokat egytől egyig érdemesnek találták az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál. Nagyon fontos az is, hogy ebben az esztendőben is plusz 225 millió forrás állt országosan rendelkezésre arra, hogy az országban lévő 60 önkormányzati tűzoltó parancsnokság pályázatán támogatást kaphasson. 3 Tolna megyei önkormányzati tűzoltóság van a megyében, Bátaszék, Tolna és Tamási. Mind a 3 sikeres pályázatot nyújtott be, és összesen mintegy 12 millió forint értékben nyertek el támogatást. A bátaszéki tűzoltók nem most először nyertek országos pályázatokon. Minden évben tudnak így új eszközöket beszerezni, a fejlesztéseiket pedig jól átgondolt tervek alapján kivitelezik. A koncepciónk a tavalyi évben az volt, hogy magát a tűzoltó technikát fejlesszük, az idei évben pedig az volt, hogy magát a tűzoltók védelmét szolgáló eszközparkunkat fejlesszük. Tavalyi évben tömlőket, sugárcsöveket,
kaptunk, illetve hát bevetési ruhát, védőcsizmát, ami nagy számban kellett most már az állománynak, de inkább azt gondolom, hogy az elsődleges az, hogy a tűzoltó technikát tudjuk fejleszteni. Bátaszék mondhatni kivételes helyzetben van, mivel város lévén önkormányzati, vagyis hivatásos és civilek alkotta, vagyis önkéntes egyesületi tűzoltóság is működik a településen, a két szervezet szakemberei pedig alaposan összehangolt munkarendszerint dolgoznak együtt. Jelen pillanatban 8,5 főállású kollégánk van, illetve tehát főállású kollega, aki munkaszerződéssel rendelkezik. Ezen fölül pedig van, aki egyszerűsített foglalkoztatásban van, ők bedolgozók, akik kisegítenek bennünket, de a túlnyomó többségét ugye az önkéntesek adják. Káreset függvénye az, hogy egy vagy kétszerrel vonulunk. Kisebb káresetekhez ritkábban vonul ugye az önkéntes tűzoltó egyesület, viszont nagyobb káresetnél van úgy, hogy 8-10 is kint vagyunk egy káresemény felszámolásánál. A Tolna megyében működő önkéntes tűzoltó egyesületek tagjainak munkája elengedhetetlen ahhoz, hogy az országnak ez a része egész évben biztonságos legyen, ezt mondja a megyei katasztrófa védelmi igazgatóság vezetője. Elképzelhetetlen Tolna megyének a tűzvédelme, Tolna megyének a rendvédelme az önök áhítatos munkája nélkül. Számos olyan rendezvény van, amely nem csak a tűzvédelemmel és a műszaki mentésekkel kapcsolatos, hanem hozzáadott értékként jelentkezik a települések életében. Nagyon sok programot szerveznek önök a saját településükön, amelyekre partnerként gondolunk, és amelyekben partnerként közreműködünk. Ezen eszközöknek a gyarapítása, azon ismereteknek a fejlesztése, amely alkalmassá teszi önöket arra, hogy a településen lakóknak az életének a megóvását, az anyagi javaik védelmét szolgálják, az nagyon-nagyon fontos a hivatásos katasztrófavédelmi szervek a tűzoltóságok életében. A három hivatásos tűzoltóparancsnokságunk mellett három önkormányzati tűzoltóparancsnokság, egy főfoglalkozású létesítmény tűzoltóparancsnokság, a Paksi Atomerőmű Tűzoltóság áll rendelkezésre, valamint 25 együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes egyesület. Tehát 109 településnek majdnem a negyed részében van olyan önkéntes szerveződés, amelyek hozzáadott értékként a település biztonságát, a lakosságnak a védelmét hivatottak ellátni. Tehát ez csak komplex egészén kezelhető. És hogy mi hajtja a tűzoltókat akkor, amikor olyan helyekre mennek be, ahonnan mások menekülnek? Én azt gondolom, hogy van bennünk egy, nevezük úgy egy jó értelembe vett egoizmus, hogy általában ezekről a helyekről nagyságrendileg azt lehet elmondani, hogy mindenki menekül onnan, elfutunk, mi pedig szeretjük ezt első vonalból látni. Az ember egyébként valamilyen szinten ilyen szempontból gyarló, tehát szereti ezeket a katasztrófa helyzeteket látni. Annyi különbség, hogy mi nem csak szeretünk ott állni, hanem szeretünk beavatkozni, illetve az embereken segíteni. A bátaszéki tűzoltók tehát idén közel 5 millió forintnyi támogatást kaptak az országos főigazgatóságtól.